A zeneiskolások produkciója után Balai Zoltán polgármester és Víg László országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket. Kajári Attila kerületi igazgató szerint a kitüntetettek a tanárok és a diákok számára egyaránt példaképek. Itt mindenki, aki az elmúlt évben bármilyen jellegű díjat kapott, most meg lesz említve, hogy ne csak a különböző díjáradókon Budapesten itt ott, ünnepeljük meg őket, hanem azt gondolom szűk is tudjon arról, hogy micsoda szakmai munkát végeznek a kollégák. Itt miniszteri dicséretek lesznek többnyire kiadva, illetőleg az idei a Tangati Központ alapított egy Zalaiszt Tangati Központnak egy pedagógiai nívódiát, ebből tíz darabot fogunk átadni. A belügyminisztérium három pedagógus munkáját emelte ki. Az elismerő okleveleket Kovács Árpádné, Varga Zsuzsanna és Domján Anita vehették át. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Azt mondom, hogy életem legnagyobb elismerése ez a miniszteri elismerés. Nemrég tudtam meg egyébként, hogy ilyenben részesülök. Már hatodikas korom óta tanárnak készülök, és, és az egész életemet betölti a tanári hivatás, a gyerekek szeretete. A nívó díjakat idén először adták át, ezért a tanárokat visszamenőleg is jutalmazták. Tíz oktatót szólítottak színpadra, akiket intézményvezetőik ajánlása alapján találtak méltónak a tankerületi elismerésre.